Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig az Alcatel OneTouch Idol Alpha-t láthatjátok, a legújabb okostelefonját az Alcatelnek, ami rendkívül érdekes dizájnt kapott, helyenként kicsit hasonlít az iPhone 5-re is, illetve számos más telefonra is. Az előlapon 4,7 szolos HD kijelző található Dragon Trail Glass borítással, illetve itt alul van egy átlátszó üvegrész, e felett található egyébként maga a három érintőgomb, és a három szimbólum fehéren világít keresztül az üvegen. Illetve felül ugyanúgy van egy kis plusz szimbólum, és ez itt zseblámpaként tud világítani a felső üvegen. Egyébként itt van HD kamera, illetve mikro hangszóró is a telefonon. Oldalról fémborítása van végig igazából a telefonnak, ami abszolút iPhone 5 érzetet kelt fogásra. Itt található meg az SIM kártyaszlot, illetve itt alul a micro USB. Másik oldalra került bekapcsoló gomb, illetve hangerőszabályzó gomb. Hátul pedig, hát talán ez is fém, nem igazán egyet, inkább műanyag a hátlap, ami szürke színű. 13 megapixeles kameránk van, vakuval, illetve mikrofona, alul pedig nagy méretű hangszórórácsunk. Maga a kijelző az egészen jól néz ki. Minden oldalról a betekintési szögekkel egészen barátian áll. A méretét, hogyha hozzásolítjuk a Galaxy S4-hez, látjuk, hogy az 5-szoros kijelzővel rendelkező készülékhez képest magasabbra sikeredett, azonban keskenyebb, bár csak nagyon minimális mértékben. Megnézzük egy kicsit a kamerát, ami elvileg 13 megapixeles fotókat készít. Hát látjuk, hogy ez elég zajos, nem igazán néz ki jól, sajnos a fotó, tehát ez nem sikerült annyira jól ez a kameramodul benne. Maga a rendszer elég rendesen át van szabva. Nincs külön menürendszerünk, hanem minden itt a fő oldalon helyezkedik el, a widgetek, illetve az alkalmazás indítók egyaránt. Ez volt tehát az új Alcatel OneTouch Idol Alpha. Hát nem voltam, kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu-n. Sziasztok!